Tisztelt polgármester asszony, képviselőtársam, kedves meghívott vendégek, tekintsenek el attól, hogy mindenkit én is külön köszöntsek, viszont engedjék meg, hogy egyetlen egy kedves vendéget, aki most érkezett meg, Gyetvai László polgármester úr külön tisztelettel köszöntsem. Isten hozta! Tisztelt kékcsei polgárok, kedves vendégek, jó leső érzés egy olyan közösségbe érkezni, amit valóban, mint ahogy polgármester asszony mondta, egy családot képez. Délelőtt végigjártuk a dohányföldeket, láttuk ezt a gyönyörű vidéket, és láttuk azt a hatalmas munkát, ami a dohányföldek megmunkálása során befektetésre kerül. Engedjék meg, hogy őszinte szívvel gratuláljak. Ez embert próbáló, de hatalmas értéket is állít elő, amit meggyőződésem, hogy a kormány minden eszközzel igyekszik is támogatni, hisz önök nagyon sok családnak adnak lehetőséget, megélhetést, és azt gondolom, hogy a jövő szempontjából ez nagyon fontos. Külön örülök annak, hogy Bényei Illés elnök úr is itt van, akivel hát közel 2 évtizede dolgozunk együtt. Úgy gondolom, önök érzik azt, hogy van a kormány és az emberek között egy közvetlen, olyan párbeszéd, ami minden esetben a megoldás irányába hat. Most, mivel itt egyedül van lehetőségem már a dohányos barátaimhoz is szólni, el kell mondjam önöknek, hogy mint ahogy megtaláltuk a módot a szerkezet átalakításra, hogy a megfelelő támogatást tudjuk biztosítani. Megtaláljuk az elkövetkező időben is azt, hogy ez az ágazat talpon maradjon, sőt fejlődjön. Ennek ékes példája, bizonyítéka most az, hogy a dohánytermesztés a kertészeti ágazatba lett besorolva, és augusztus 15-től indul a kertészeti gépek támogatása, fejlesztése, ami természetesen kihat a dohánytermelésre, hisz a gépektől, eszközöktől, traktorokon át a szárítókkal bezárólag ugyanúgy lehet pályázni 35%-os intenzitással. Ezt csak azért mondtam el, hogy érezzék, igenis fontos az önök munkája, még akkor is, ha Magyarországon összesen a statisztika szerint 6, a szakemberek szerint 5,5 ezer hektár az a terület, amelyen dohány termesztünk. Tudniuk kell, a verseny éles, és ezért fontos a fejlesztés, meg a versenyképesség, hisz Európa befektetői elsősorban Európán kívül, főleg Afrikában kívánnak bértermeltetésben dohányt előállítani, termeltetni. Mi meg azt gondoljuk, hogy nekünk itthon Magyarországon kell ezeket a munkákat elvégezni, itt kell ezt az értéket előállítani, ami a családoknak megélhetést jelent. Kedves polgármester asszony, kedves vendégek, hölgyeim és uraim, őszinte szívvel köszöntöm még egyszer önöket magam az országgyűlés nevében. Kívánom, hogy őrizzék a hagyományukat, legyenek mindig ilyen összetartók és boldogok, hisz valamennyien azért dolgozunk, hogy együtt tudjunk örülni az életnek, munkánk sikerének, és hát együtt állítsuk talpra Magyarországot, ami úgy érzem a legjobb irányban halad. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, és nagyon szép napot, nagyon szép ünnepet kívánok!